Jó reggel, Vietnám, üdvös a tornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 része, harmadik a mai napon, ugye megígértem, hogy egy ilyen tripla epizódok lesznek ma, vagy tripla sorozat. Na, figyeljetek, az a szituáció, hogy a Keeper, ugye levetették a gépek a táblát, egyébként annyi történt, hogy a rábából elfogyott, azt hiszem, hogy valami a mag vagy valamelyik, úgyhogy az előbb kiullott. Annyit csináltam tényleg, hogy történjen meg itt a dolog. Hú, gyerekek, nagyon belevágtam a lecsóba egybe, elkezdtem itt mondani, azt nem is mond, nem is tudjátok, mi történik, valaki meg így kapcsolódik be a sorozatba, azt se tudja, mi van. Szóval az 1 milliárd euró kihívásos, csodálatos Farming Simulator 19 sorozatról lenne szó, amiben megpróbáljuk eladni a szalmát. Most kellene vennünk, ugye, minek nevezik ezt? Nem műtrágyát, hanem gyomírtót, viszont kellene pörgetni az időbe, az a baj, lefele megy nagyon az ára a szalmának, szóval nem valami nagy üzlet lenne eladni most, viszont ugye mielőtt beérik a búza, azelőtt mindenképpen kellene gyomírtózni, mert hogyha nem gyomírtózzuk le, akkor ott veszteség lesz, és az már nekünk nem jó. Egyébként a cseppet se bántam meg, hogy messzezés meg az időszakos szántás ki van kapcsolva, hát annyira az, Keeper azért szereti magát szivatni, de azért annyira mégse szivassuk. Annyi, hogy elindítom az időt, ugye ma még egy darab sorskártya húzás van, mert már megint páros rész, remélem, hogy nem keveredtem bele. De ha minden igaz, akkor megint páros résszel megyünk. Egyébként azért a kiróval hozom, mert ugye az eléggé gyorsan el tudja érni, és eléggé gyorsan tud menni, mivel 33 km/h a végsebesség, ami nem egy túl sok, viszont több, mint a 25, ugye. Amikor ilyen kicsi léptekben gondolkozunk, mint 25 meg 33, akkor azért a 25 és 33 között majdnem 50% növekedés van, ami nem kevés, de 40%-kal gyorsabban tudod levinni a cuccot. És mielőtt leadnánk, az előtt mindenképpen egy kis időpörgetéssel próbálunk lépést tartani az árakkal. Az a baj, lelassultam most, és nem erőlegesen, jaj, de szerencsé, hogy merőlegesen is. Egyébként tényleg ide öntök majd egy kis szalmát, létrehozunk majd itt egy kis hidat, hogyha miénk lesz az a föld is. És az nagyon jó. Egyébként itt van egy fenyőerdő, ezt meg. Ezt javasoltátok többen is, többek között hamutartó, de még egyelőre nem. Most a fenyőket nem akar, vagy a fákkal nem akarok foglalatoskodni, sajnos amúgy is kell, mivel mi a földekről ugye le kell termelnünk, meg a föld alól ugye. Jó, akkor meg kell nézni, gyerekek, hogy állunk ilyen, a szalma megy lefele, mindegy, pörgetjük az időt. Holnap reggelig mindenképpen, aztán nem biztos, hogy tovább. Egyébként szerintem figyeljétek meg, hogy rá fogok cseszni, mert az a 110-valahányos ár még nem is volt annyira rossz. És még az a baj, hogy mindenképpen el kell adnom. Jó, mondjuk. Nem ennyi lejjebb, álljál meg, legalább álljál meg, és akkor talán mázlink van. Meg kell néznünk, hogy a föld reggel milyen állapotban van, nem akarom, hogy beérjen. Százon be át, ó, te fiú, de nem jó. Ó, de nem jó, hallod? Figyeljetek, az lesz itt a baj, hogy a földünk. A föld. Aj, bazd lesz, na valamiben ugroljunk bele ma. Hogy áll a földünk? Az a baj, gazos lesz, és hány stádiumban áll? Még pörgethetnénk az időbe, de nem biztos, hogy följebb megy. Shit. Valahogy minden megy föl, csak a szalma nem, nézd már meg. Az a baj, be fog érni. Nem tudom, mind bukunk többet. Értékesítő állomáson valamire nagy a kereslet, gyerekek. De mire? Ezt meg akkor ilyenkor mindig meg érdemes megnézni a mát, hogyha van olyan terméked, mert most már azért gyűlnek a termékeink. Hol van az értékesítő állomás? Mi az, hogy második? Még van már első is? És én hülye vagyok, vagy nem látom, hogy mi az, amit rá nagy a kereslet. Nem is látok olyat, amivel nagy a kereslet. Eddig tartott a nagy kereslet, hallod? Nincsen semmi. Ez viszont meg már a növekedési fázis, tököm tudja hányban van, úgyhogy meg is nézem. Hallod, mindjárt beérik. Ó, hogy a rossz sem nem ette meg, hogy így mindig megszívom, hallod? Muszáj eladnunk, gyerekek, mert be fog érni, akkor még többet bukunk. Úgyhogy ezt az adagot el kell adnunk most. Ócsón. Jó, rácsesztett a Keeper. Azt az adagot...
Nem vagyok boldog, hallod, ezt az adagot olcsón kell eladnom. Oh. Ajajajaj. Mindegy, ez van gyerekek, mert nincsen pénzük kizére. Ugye műtrágyát kéne venni, boltba ezeljünk. Ez mi ez vissza, remorka ott van, ja. Már hol van a bolt? A boltra akartam kattolni, na. Ja, mondjuk nem kellett volna, így Péter elég lett volna, de most egyelőre meg akartam nézni még valamit, meg amúgy is ide akarok jönni az ifával, nem itt akarom tölteni, mert az ifa gyorsabb, ugye? Na, de nem vagyok boldog, bazze, komolyan mondom, gyomírtó tartály. Eljövünk az ifával érte aztán. Aj, hallod? Nem vagyok boldog, komolyan, nagyon nem. Nagyon megszivatott minket ez most. Ez a tipikus, nem? De jó van, az a lényeg nem éred be. Meg ne is, véletlenül is, ne is mondjatok olyat, hogy ez beérik, mert akkor megőrülök. Gyorsan megyünk, elmegyünk aztán, gyorsan gyomírtózzuk. Ugye akkor többet buksz, hogyha ez most gyomos marad volna, és nem gyomírtózom le, mint most itt variálok érted ilyen tízekken az arra. Lehet, hogy még lejjebb ment volna. Úgyhogy, ja. Elmegyünk. Jó, mert igazából most ilyen 90 ezeret adtunk el ilyen áron, a többit már nem ilyen áron fogjuk, mert belepörgetünk az időbe okosba, érted? Ha ugye aratsz, akkor be tudsz pörgetni, szóval akkor már nem számít. Az a lényeg, hogy amíg beérik, addig végezd el a gyomírtást. Hogy teljesen beérik. Usta! Azt a betyár! Ez még egész jó fizikával rendelkező projekt is volt. Ezt föl fogom rakni ám kézzel, ugye ezt nézzétek el nekem, hogy az ilyen raklapos ilyen árukat én kézzel fakolom, nem fogok targoncázni. Akármennyire is nem autentikus, mert a pulpa, az én vétkem, de szeretném, hogyha nem ezzel foglalatoskodnánk nagyon sokáig, értitek? Na, visszük a gyomírtót. Jó, szerintem mindenkinek jobb, hogy nem azzal töltődik a gameplay, hogy kézzel rakom fel a raklapot minden második részbe. Ugye esetleg gameplayen kívül fogjuk megcsinálni, csak most ugye ez koherensen hozzá tartozott magához a gameplayhez, mivel ugye közben pörgettünk időt, szóval ennyi erővel ugye eljöttem volna a gameplayen kívül, csak nem volt rá pénzünk, tehát kellett el ezt a pénzt csinálni, az meg ugye hozzá tartozik a sztorihoz, hogy éppen hogyan működnek a dolgok. Na, az izét a szalmát közben egyébként még aratunk, lehet, hogy el kellene adnom, ugye az ifával elég jól el tudom látni a logisztikát. Nem is tudom, hogy áll a izé, mindenképp a búzát valami jó áron kéne eladni. Ugye az is fontos, természetesen. Ennek lehet, hogy le kéne húzni a két szélét. Hol van az MTZ? Hol az MTZ? Mert ezzel mindig elkeveredek. Hol az MTZ? Hol az MTZ, gyerekek? Esküszöm, néha azt sem tudom. Itt van, baza. Ja, hát ez kicsit itt dzsúfoltság van, mert egy 300 ezer liter szalma ide van cseszve. Na, megjavítom gyorsan, jó? Most már van rá pénzük erre is. Hát tudod milyen jó, hogy itt van ez a laptop? Ezt mondtam, hogy ezt ide, akkor mindig a kifele befele jössz, itt mindenképpen el kell jönned, érted? És akkor megállsz egy pillanatra és megjavítod. Ezt megtöltsük, már mind az őrültek. Hagyd bele bőven. Hát, hogy meg kellene csinálnom azt, hogy én lecsettintem a szélét, ahogy szoktuk. Na, ugye akkor nem sokkal könnyebben fordul minden szuper. Vannak ilyen fotók, ugye hát a forduláskor sajnos a... Jajajajajaj. Sajnos forduláskor a gépek azért hagytak ilyeneket, de hát figyelj! Az időpénz, most inkább ott kettő zsákkal kevesebb búza lesz. De viszont ja, jó sokat itt hagytak. Ez a vetéskor, ez a vetőgéppel így fordulnak ezek, hogy mit csinálnak ezek. Ja, érdekes, ilyen fotókat hagytak. Ugye gyorsan megcsinálom, fölmegyünk. A végében, ott is lehúzom, azt megindítjuk. Amíg megindítottuk, addig lehet, hogy visszahozom a kirót, még egy adag szalmát belapátolunk. És akkor majd pörgetjük addig az időt, hogy ugye optimálisan legjobb árba adjuk el természetesen a szalmát is, meg ráadásul a búzát is, mert azért nem nagyon kellene itt üzletileg rosszul kijönni a dolgokból. Egy gyerekek, ez a harmadik rész ma, és egyébként az a durva, hogy
Az a durva egyébként, hogy akárhány részt tudnék csinálni belőle, mármint azért nem csinálok részt belőle, mert túl sok, tudom, hogy túl sok, és emi, de egyébként olyan, hogy most én ezt unnám, vagy pedig fáradok tőle, olyan nincs, mert tök jó, annyira jó, hogy van motiváció, ez egy iszonyatosan jó dolog. Egy játékban nincs motiváció, tök elveszel, de annyira jó, imádom ezt. Ja, komoly oldal, nagyon öt. Alig várom, hogy termelődjön a pénz, hogy még több. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye egy vetésforgó alatt, ebbe beletartozik természetesen az árkompenzáló a pörgetés, egy vetésforgó alatt mennyi tojás lesz, hogy ez hogy lesz. Na, mennyi végig szépen, azt hiszem ugye elég is talán neki a dolog. Az ifát odébb kéne teleportálni, hogy ne itt álljon. Kicsi helyet kellene csinálnunk, úgyhogy megint ugye a szomszéd földjét kell itt pakolgatni, hogy itt kell rendezkednem sajnos. Oké, akkor 250k-t közben vissza kellene teleportálni. Hol vagy te 250k? Izé, nem itt van, nem az állatkereskedésnél van? Dehogy nem. Miért nem mutattad az ikonját, öcsém? 250k nagy szort. K100 egyébként egy csomószor elcseszem, biztos vagyok benne. Ja, még egy izé adagot közbe kéne hozni, de majd ugye ez akkor fog megtörténni az eladása, amikor ugye jó az ára. Tehát akkor addig tudjuk csinálni. Ó, de nagyon-nagyon-nagyon jó király, királyú haladó. Ó, te mesebeli Afrika. Az a baj, ennek csak az ilyen izé, pervers verziót ismerem ennek a mesebeli Afrikának. Aztán a izé, nem tudom minek az illata van eredetileg, de a pervers verzióban nem annak, ami erre az eredeti szerintem. Nem tudom, hogy olyan, néhányan lehet, hogy értitek. De jobb, ha nem. Ha értitek, akkor ott már valami el van rondva. Ott már el vagytok rondva, hogyha értitek, milyenek az illata van a mesebeli Afrika után. Rika. Az I az bent szerepel. Jó, nem tett, nem. Nem, tovább nem fogom elmondani. Mindenki gondolja, amit akar. És nem a Mici Mackónak az illata. Jaj, gyerekek, komolyan mondom, mire beszélsz, Keeper? Megint 5000 pénzem van. Minusz 1000 valamennyibe voltunk már megint, hallod? Itt nem 1 milliárd euró kihívás, hanem minél tovább maradj, minuszba kihívás. Már teljesítettem volna 100-szor. Nekem ez a hamster jó, hogy megtaláltuk, öcsém. Ti mivel szeditek bazze a szalmát, hallod? Mert ha hamsterrel, öcsém, összeszedni ennyit, akkor a nagyföldön mennyi lesz? Millió liter szalmába fogok itt futkorászni, lehet, hogy bálázni jobban megérni. De egyébként óckodok az autólódos póttól, de lehet, hogy autólódos pót. Írjátok meg szerintetek az autólódos pót mennyire csites. Hát nem kevésbé, mint a IDC-t tartalt felraknom a izére, mi? Izébe pakol rakni. Kézze, gondolom. Biztos erre gondoltok. Jogosan. Én nem mondom nektek, a Rába ezt jobban húzta. Ezt halál komolyan mondom, a Rába ezt jobban húzza. A Rába erősebb ennél. Mert ezt beleír a kerék, már minden baja van, és a Rábának semmi baja nem volt. Halál ez a Rába ezt jobban húzza. Csak ez meg gyorsabb, azt azért itteni, azzal vinkogulok egyelőre. Annyira nem merem belehúzni, mert tényleg ez egy problémás. Jó, hogy felszedi, hallod, mit csinálnék itt ezzel a sok szómával? Jó, most ugye felszedtük, de ezt nem fogjuk eladni instant, hanem áradváró. Jó. Jó. Egyébként ez szenved veled a gép. Rába nem szenvedett ennyire vele. Na, BV, oké, többet nem kell felszedni. Kis, le is állíthatlak, mit csinálsz, MTZ? Megy a meló? Egyébként ez az MTZ ilyen munkákra tök jó kis pörgős gép. Nagyon jó, imádom. Jó, viszont akkor figyeljetek, időnkből kitelik. Evihetjük, meg közben ki kell hozni ugye a kombájnokat.
ebben a részben azért valami aratási, vagy valami új projekteket be vele kellene fogni. Földvásárlásban mindenképpen. Gyerekek, komolyabb voltak. Itt azért van, lesznek komoly dolgok még. Hát te figyelj, ezt elviszed, mert igazából eladni nem muszáj. Hanem elviszem oda. Lehet, hogy a bálázás jobb lenne. Bálázás az jobb, gyerek. Bálát azt megveszik valahol? Valószínűleg megveszik. Gondolom, ugyanolyan jó ára van minden idejnek. Öcsém, ha most aztán bajok lesznek. Királyok vagyunk, király Sanyi. Jó. De itt az idő, erről volt szó, hogy a DS telepen keresztül nem járok. Most már ezt elengedtük, ezt az elveinket levetkőztük. Ja, nem muszáj, muszáj gyerekek. Na, hű, sorskártya rész van, ugye? Kellene ízni sorskártyát húzni. Ez nem hiszem ezt oda, aztán akkor sorskártyát húzunk. Gyomírtó, tök jó. Fogy az a gyomírtó, gyerek? Hogy valamit mit csinálsz most jött a végére, most fogadul. Nem, még mindig 13.770-en vagy 1370-en van. Ez a két fát enyém lesz, ez a TS-telep, kicsapom a francba, itt idegesít. Mindig ki kell kerülnöm. Itt az egy hely van, ahol szerintem át lehet kelni. Itt nagyon, nagyon izé. Nem olyan mély. Hát de meg kell hozzá a gép, hogy azért átkeljen, mert azért a 82-es nem hiszem, hogy átrantaná ezt. Na gyerekek, igen, sorskártyahúzás, nagyon izgalmas lesz szerintem. Remélem, hogy nem valami jót fogunk húzni. Az előző részben mit, jaj, ne, csak nehogy azt húzzam, hogy nem tudok eladni, mert akkor már megint mi a szart csinálok, hallod? Aj, a csomó minden van különben, ami szar sorskártya. Egyébként azt még akartam mondani sorskártyában, hogy a legkisebb földön elszáradt a termés, az ugye az úgy működik, hogy ha nincs rajta termés, akkor is a legkisebb földre működik. Azt előre bocsájtom, jó? Hogy az a kis földet nem véletlenül tartjuk. Tehát az olyan, az a lényeg, hogy az akármi van rajta, akkor mindig, ugye például ezelőtt is az első részekben is volt, hogy elszaladt a termés, gyakorlatilag nem is volt megnőve, csak még azt hiszem vedve, de akkor is úgy vettük, hogy el van szárad, értitek? Szóval nem az van, hogy most addig megyünk végig a földeken, amíg valamelyiken van termés, hanem az a lényeg, hogy azon száradt el, mert valami elvileg valami kártevő, azt hiszem úgy van a sorskártya is, tehát azon a területen hat. Ha nincs rajta termés, nem hat. Na, azt azért mondom el, mert itt volt belőle gond, hogy írtátok, hogy ha jó lenne, hogyha elültetném azt a területet, mert akkor azon száradna. De azon szárad, mert azon a területre hat. Jó, akkor sorskártya gyerekek, ha ne vicceljetek, csapjunk neki, megpergetjük, megkeverjük, jöjjenek új sorskártya ötletek szerintem, mert ezek már kezdenek ilyen elavultak lenni a mai viszonylatban, mert rengeteg gépünk van, most például egy eszközt veszítünk, odaadok valami nagyon gagyit, érted. Ne! Ó, hogy a rossz sem nem ette meg? Aj, ne! Falunap van, az összes munkás részek következő húzásig nem bérelhet segítséget. Hallod? De utálom ezt a segítség, vagy ezt a sorskártyát, gyerekek. A következő húzásig, tehát a következő részbe se... Ki írta ezt, hallod? Komolyan mondom, a rohadt életbe. Várj, akkor az MTZ-t meg kéne állítanom, mert az meg dolgozik ez erre. Na, álljál meg, haver! Falunapban mennyi részegedjél le? Sorskártya, az sorskártya. Ne! Ezt kirakta be, még mi az, hogy a következő húzásig? Hát öcsém, ha mi lesz itt velem? Ne görülök! Gyereke, kírjál! Júj, de nem, hát sorskártya, sorskártya. Be kell tartani, különben nem lenne értelme. És következő húzásig. Tehát akkor a következő részben is még. More, akkor itt ez valami bajok, hallod? Ez nagy bajok vannak. Most nagyon visszaütött, pont két részen keresztül arra azt lecseteltem, hogy miért jó az, hogyha nem használok, vagy használok gépi munkást.
Erre meg baza falunak van. Jól álmoztam. Jó rácsesztem, nem? Ó, srácok, nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem akarom. Oh. Jó, sorskártya, sorskártya, falunak van, gyerekek. Nem használhatok munkást. Jó, nem figyeljetek, nem fogja pénzni, nem tudom. Ezt is meg kell tenni. Tök jó, egyébként egy jó sorskártya szerintem. Sztoriba is tök tud illeszkedni egy faluba, hogy nem tudok felvenni munkást. Egyébként ez lehetett volna a strike is, de ez a falunap ez így tök jó. Tök ideális, hogy pont szombaton van, gyerekek. Meg ugye vasárnap jön a következő rész, figyeljetek, szombaton elkezdték az ivászatot, lerészegettek, holnap falunap. Holnap este már talán valakit találok, vagy nem tudom, kiózanodnak, nem, szombat van, pont. Pont nekiálltak inni, holnap még kiózanodnak, és akkor esetleg vasárnap délután már tudnak dolgozni. Apám, hát ez nem egyszerű az élet, komolyan mondom. Hát ezért mondom. A Klárikám. Hát mit csodogolok? 11-es! Jó, nem tudom, mit beszélek, de jó van. Ah, shit. Oh shit, oh, nem vagyok boldog, nagyon nem vagyok boldog, gyerekek, komolyan mondom. És itt az izé, a vinkódhatok ezzel érted, addig tudtam volna, ki tudtam volna hozni a kambányokat, be tudtam volna állni a főcélére. Ért meg az aratás? Ne, Sanyi, ne. Nem akar a gépőr, nem akar learadni egy ekkora területet egy maga. Ha már azon agyalok egyébként, vannak ám olyan ötleteim. Munkás nem használhatok, de... A családból vehetek fel valakit? Ilyenkor kéne multit, nem? Ja, jó, gyertek, átváltanék multira. Gyertek, gyerekek, mert nem használhatok munkás. Jó, azok is munkásoknak számítanak, persze. Tudom, nem kerülök meg, nem kerülöm meg. Jó, biztos izélnétek, le is fejeznétek, hogyha izé... Virtuálisan. Ilyen izé voodoo-bobát, keeper voodoo-bobával ölnétek meg. Ó, oh, fiúk, van baj! Még izé, mindjárt kifogy az MTZ, megvadulok. Most meg, ha játok, hogy összehúznál olyan sorskártyákat, hogy mondjuk nem csinálhatsz ezt, utána meg még kiúznál egy olyat, hogy mit a benzinhány van, nem vehetsz benzint, ilyen gépek szanaszélye, meg még munkás se dolgoztathatsz, lehetne egy ilyen rosszabb szériát azért kifogna az ember. Egyébként vannak benne olyan sorskártyák, azt hiszem van olyan sorskártya, ami egy hétre hatám. Ez van komolyan, van olyan sorskártya, hogy hétig hat. De pont kifogtuk majdnem egy jót, valami másik volt, egy ilyen axiál sorsolás akármi. De hallod, egyébként az utóbbi időben nem húzok ki jó sorskártyát. Az eleinte kiúztam kétszer is pénzt. Azt hiszem egy 20 ezerest, meg egy 40 ezerest, vagy valami nagyon elég jókat húztam ki. Erre meg most meg mi van már szar? Ezt próbáljuk meg lehúzni egybe. A izé föld jobb szélét próbálom nézni, aztán a bal széle olyan lesz, amilyen lesz, valamint a bal oldal. Úgy látom, hogy pont jó. Hát gyerekek, ez megszívta a keeperrem kicsit. Ejj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 
odahúzáson kihúzom még egyszer. Ajaj. Jó, mindjárt csöndesedett a keeper, mi annyira nagyon pörgött, hogy jó, de jó, mindjárt megcsinálja a munkás, közben ez csak, közben azt sem, ezt nagy lószal se. Egyébként az is jó, hogy ez megoldás lenne, hogy oda ki beordanám a szalmát, azt ott lenne egy tolólapos dög, aztán azzal meg betónám oda, azt eladni, tudod, úgyis el tudnád adni. Amikor jó ára van, oda be lehetne oldani, de mondjuk aztán akkor a repó lenne, hogy azt se tudom, azt se tudnám, mit csinálják vele. Ott kimaradt egy kicsi, meg bal oldalt is. Jó, van annyi baj legyen gyerekek, megtörtént az esemény. Mehet az időpörgetés egyébként. Legalább a beérésig, ugye? Addig muszáj. Egy ilyen 60-nal pörgetek, nagyon ne essünk túlzásokba. Jó, hát a szalma úgy látszik itt maradt. Sajnálatos módon. Hát, ja. Beértünk, most annyit kell csinálnunk, gyerekek, muszáj, hogy jó, bérköltségek nem sokat fognak ugrani majd. Annyit kéne csinálni, meg kéne nézni árakat. Ugye a púza árakat, meg a szalma árakat.
A szalma lement 54-re? Te hallod, mi olyan mazlim volt. Na, itt van valamit, amit a tejed veszik a tejforradolgozóba. Nézzük a búzát. Gabona malom 1020. Jó, hát akkor egy kicsit pörgessünk, more. Szerintem mindenképp, hogy ha esetleg egy reggelig. Ez 1200 legyen a búza, jó? Azért az nem lenne egy utolsó szempont, nem ezerért. Na, nézzük, most több helyen is megy föl. És a legmagasabb bárba megállunk, ott ahol lesz. Akkor a szalmával egyelőre nem foglalkozunk, úgyis kevés pénz van, viszonylag. Ez megállt, az is megállt, az még megy, 1007, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, ok. Most álljunk meg, és nem hiszed el, hogy esik az eső. Hát most nem hiszed el, hogy esik az eső. Hát komolyan mondom, jó van, kiviszem a gépeket, badulok meg. Most akkor mindegy, pörgessünk egy kicsit. Pörgetek egy 60-nal. De még ráadásul nem is mutatja, hogy a következőben milyen lesz. Ugye nem tud szoratni elsőben, gondolom, azt nem kell senkinek mondanom, mert a betéssel a Farming Simulator szériának egy esőbe és jégesőbe nem akarjál aratni. Hát hiába viszem ki a kombájnokat, ha egyszer egyet használhatok. Most már arra gondoltam, hogy kihordom a kombájnokat. Hát mit hordok én ki azokon? Ha mindegy, pörgetnem kell az időt. Figyelj, ne, máma az-e! Most mennyin voltunk? 1080, 1200 környék. Figyelj, 1100 alatt nem adjuk el a búzát. Hát figyelj, ez most egy elég cümi. Mindegy. Azt meg kéne nézni, hogy ez... üzemanyag szempontjából jó, nincs is nagyon lerongálódva, az jó. Kihozom az ifát, mert a másik kombáj teljesen felesleges kihoznom. Hát el fogom látni a saját gépet, az biztos. Mármint nem kell attól félnem, hogy nagyon előre lesznek a kombájnak így. Jó, az jöhet ki. Oké. Okay. Hát muszáj felpörgetnem az időben, nem sokára borús lesz csak. Hát ha vie addig pörgetek, azt meglátjuk, mi van az árakkal. Ne éjszaka legyen, éjszaka meg megint nem fogok, azt remélem, hogy mindenki vágja. Biztos, hogy lemennek az árak, amire figyelj, nézd oda, az éjszaka, na most meg báborús lesz. Figyelj, elfoglalni, nézzük meg az árakat. Jó, nem változtak. Csak álljon el az eső. De szerintem egyébként ilyenkor már elállt az eső, úgy veszi. Megpróbálok aratni. Ha. Ja, látod, ilyenkor már igazából úgy veszi, jó, hát akkor ez vagy gyerekek. Ezek mennek meg a bárány felől. Nézzük meg a szalmát, mert ugye az ott áll a gépen. 108 lefele megy, viszont nem olyan rossz. Mármint ilyen 120 szokott lenni a maxa. Jó, rendezett szárszórásunk is van, mindenünk is van. Éj, gyerekek, várjatok, hadd adjam már ezt a izét. Most ez a gépről, hogy próbál kibújni a felelősség alól, hogy mi neki kell aratni, mi? Azt a betyár, hát mit csinálsz, gépről? Mi akart? Na, ugrás ide. Ezt itt eladjuk, 108-ban nem számít, nem rossz szám az. Érdekes, hogy nem indítod a gépet, akkor is működnek a hidrolikák. Hát azért azt tud valamit, nem? Jó, akkor ezt eladtuk. Halljátok, közben egy kicsit nézelődök, jó? Egy kis földügyi nézelődési legyen. Ezt a föld, ezt nagyon érdekel engem. 13.900-ba kerül. Hát de jó lenne, meg tudnám venni. Nagyon örülnék neki, de figyeld meg, hogy pont nem. Á, de hogy nem, hallod? Figyelj, rájöttem van valamire. Ugye nekem ez a föld mindenképp kell. Megvásároljuk. És a gépőr már is kitalált valamit. Olyan munkát, amivel... Hát hogy mondjam, hogy ezt akkor hagyhatjuk egy előre, és felmehetnénk földet aprogatni. Kellene nekem egy-két dolog. Kellene nekem egy MTZ. MTZ-be menjünk, 36-ra tud menni, úgyhogy jó. Meg is kellene tankolnunk, úgyhogy jó lenne, nem is baj, hogy megyünk. Fölmegyünk az MTZ-vel, megnézzük a földet, jó? Hogy is ilyen buzi idő van? Kicsit csináljunk dolgokat. Megnéztük a földet, meg ugye arra fogunk úgyis mindenképpen terjeszkedni.
Megnéz, meglátjuk, hogy mi a szitu. Várjál, meg kéne mennem. Nem, várjál, hogy kellene mennem. A pótkocsit kell, szükségem lenne a fordó pótra. Jó, mennyi, tesó, mennyi? De akkor már húzzál bele, hallod? Tehát ne gyorsulok az MTZ-vel. Akkor szevasz. Büntetőfék adott a kipör. Itt meg ide száradnak a ruhák, kihagytad. He? Mari? Halasznak a ruhák. Moshatod ki újra. Dobjál egy kis öblítőt. Hát, ha jó lesz tőle. Nyíp a nyémány. Miért mondom ezt az ugyan? Rajtam van ez a nyíp a nyémány. Na, akkor ez a főre miénk, ugye? Csodálatos. Kicsit rendbe kéne rakni. Itt van ilyen bokros az aljába. Nem tudom, hogy ez mennyire fog eltűnni. Egyébként kellene ilyen síkra, meg kellene csinálnom síkra, nem? Az lenne a tök jó. Az is pénzbe kerül, az a baj, úgyhogy pénzt azt még kell csinálnom ebben a részben mindenképpen, vagyis hamarosan kellene csinálnom. Ezt a pótkocsira lenne ám szüksége a Creepernek. Ugye ezzel tudnék fát hordani. Egyébként így is tudnék vele fát hordani, hogyha értelmesen vágnám méterbe és keresztbe, és karófát állítanék, meg minden, nem? Úgyhogy ez se lenne egy utolsó szempont. Viszont hazafele majd betérünk a tüdőtóba. A közepén ki kéne válni ennek a fát, de egy hol tudok bemenni? Ott be tudok, jó. Mert meg kéne nézni itt a bokros részt, meg mindent, hogy itt mi a szituáció. Itt megint az a baj, hogy vannak ezek a föld alatti fák, de igazából nem nagyon zavarna engem, mert itt ugye mindenképpen csirketelep lesz, tehát alatta elfér a betonba. Na várjátok, nézzük meg, állítsuk meg, mert amúgy is kevés az üzemanyag. Látod, ezek a szarok. Ó, ez izé, ez úgy érzékelte, mint a kitucskóztam volna, ez jó volt. Jaj, de jó. Nincs is több. De van, várjál, akkor ez a lila, piro, ó. Akkor ez a lumberjack mód el lehet tüntetni a föld alatti fákat. Jaj, de királyok vagytok, gyerekek. Ugye ezek a bokrosok, ezek meg eltűnnek, ez nem lesz vele gond. Jaj, de jó, hát te marját, meg megfogtuk az Isten lábát. Na itt még volt valami, e? Azt hiszem, még itt volt olyan. Piros legyen. Hát az Isten áldjon meg, aki ezt küldte ezt a modot nekem, komolyan mondom. Ez már ilyen bokros? Nem, itt van még, van. Várjál, piros legyen. Nem látok. Volt itt valami, piros volt. Piros volt a szeme, ott te. Jaj, de jó, jaj, de jó. Jó, és ezek meg már ilyen izék. Ilyen csekk, mert ezek meg eltűnnek. Jó van, gyerekek. Na, ennek marhára tudok örülni. Viszont itt ennek kellene ezt a fát kivágni. Figyeljetek, ezt a fát ki kéne válni, el kéne dobnom, és abból meg tudnám csinálni a placot neki. Tök jó lenne, hogyha az egész ilyen betonos lenne. Vágjátok, mire gondolok, nem? Majd megnézzük fölülről. Ezt egyébként fölülről legjobban úgy tudod megnézni, hogy azt csinálod ugye, hogy ezt veszel, mindig annyi pénzed van, hogy holvárad megyé. És akkor itt van ugye a csirketelepünk, és azt lenne jó, hogyha ez is ugyanabban a színben lenne, és lenne betonozva az egész, nem? Vágod egy színbe hozod, és az tök jó lesz. Jó. Ez a szélében, ez még az enyém? Könnyen kideríthető, mert így meg ugye azt is ki tudod deríteni, hogy meddig van a te földed. Eddig van, eddig... A gyerekek, itt is az én földem, meg itt is az én földem, figyeled! Ez tök jó tudni, mert akkor a csirketelepen át tudnának közlekedni az emberek. Hallod, úgy kéne leraknom a csirketelepet, hogy hosszába, ha elfér, és akkor úgy csinálni, hogy pont elmenjen a csirketelepen belül a csávó. Ez azért az adná, nem? És itt egészen az útig, figyeled? Itt is az útig, és itt is az útig. Ez egy nagyon nagy föld. Ez úttól útig végig a miénk. Jó, oké. Akkor, srácok. Még azokat is ki tudnám vágni, ugye? Itt megnézzük, itt nincs olyan bokros, az a, tudod, az a szar. Szerintem nincs. De jó, mert ezt el tudod... Várja, ez se az. Ez viszont az lesz, figyeld. Ez itt is szivatáson. Neki ilyen juhar levele van, vagy milyen, az a szivatós. De szerintem ezek már nem azok. Oké.
Ó, gyerekek, ezt az egy fát kivágom, eladom, és akkor megcsináljuk belőle a placot, és akkor itt, itt lesz 4 darab csirketelep. Tényleg úgy kéne megcsinálni, hogy az emberek abban mászkáljanak át, ez nagyon jó lenne. Egyébként ki tudod tuskózni egészben is a fát, csak ugye akkor nem kapod meg róla a cuccot, de várj, nem így kéne vágnom, hanem minél kevesebbet kelljen fuszkoznom. És akkor ezt úgy csinálom meg, hogy keresztbe föl kéne szórni az összeset, hát ez lehet rá fog dőlni az MTZ-re. Hát lehet, hogy rád is. Nem, pont nem. Ágazzuk le, úgyis már elég. Jó, bazze, de ez a piros, ez nehogy eltüntesse én itt a dolgokat. És ez nagyon, nagyon benne van ez a mód. Nehogy eltűnjön nekem ez a nagy fa. Ugye az viszont tök jó volt, hogy ki tudom szedni a fákat a föld alól. Az egy jó dolog, ez egy baromi jó dolog. Jó, ezt az egész fát meg kell próbálni egy fordkocsira felszórni, szerintem csak sikerül. Okosba, úgyhogy méterbe vágjuk kb. Vagy 2 méterbe. Na, haver. Úgy. És akkor ezeket a vastagokat is meg kell próbálni ilyen 2 méteres. Vagy kocsihozba vágni, nem? Vagy legalábbis valami hasonlóba. Ugye szar helyen vagyunk. Másik végét kellett volna kezdenem. Gyerekek, ezt ráterhelem apám. Rönköd. Ide dik. Viszont ez a hossz, ez tök jó. Már nézzük meg. Hát nem annyira. Várjál, te vágom. Ezt jól vágtam apám. Kicsit mehet hosszabb egyébként. Talán nem kell magasító. Na jó, nem kéne magasítanom. Magasítófát. Ugye lehet magasítófát raknod, ha akarsz. Ezt ne felejtsd, de mert ugye felállítod, azt lespanizol, és már is úgy marad az a fa. És két oldalt ugye akkor így fel tudod pakolni ilyen nagyon magasra is a fát. Lehet, hogy megrakunk magasítót. Rakjunk. Legalább megmutatom. Hát, hogyha valaki nem ismeri ezt a technikát. Ugye megmutatjuk, akkor itt van egy ilyen fád. És akkor csinálod azt vele, és felállítod, szépen, így, mondjuk, ide az elejébe berakod, úgy, és úgy olyan közel mész, hogy tudjál spanizni. Hát ad, egy kicsit jobb lett volna kijebb, úgyhogy ezt érdemes megcsinálni. Kihozod. Vagy inkább a másik oldalára. Mondjuk a másik oldalára. Hát ez pont középen van, úgyhogy nem a legjobb. Mindjárt gyerekek. Itt van egy magasító. És akkor ezt meg tudod csinálni egy még egyet. Még vágjunk egy kisebb. Hé, ez a tüntette a hülye gyerek. Hát ez elég mastag magasítónak. Ugye ezt itt elvágja. Ne csapjuk a végét. Nem csapjuk le a végét, igen, hosszú. Mindjárt vágok belőle egy. Vágok belőle egy karófát. Nem á, eltűnik. Ó, eltűnik, ezek a kicsi fák eltűnnek. Arról hát életben, na mindegy. Legalább nem kell rimpódni vele, mi? Ugye, hogyha bizonyos kilónál kisebb fát cseszegetsz, akkor az a lényeg, hogy ilyenkor, hogyha így közel kell megfogni, hogyha még egyet akarsz ide közelre, mert különben ugye nem tudod itt farizgatni, az a lényeg, hogy ide állunk. És akkor megvan a két karófád, és akkor ugye neki tudsz pakolni. Úgy, mint a valóságban, szerintem tök jó feelinges. És sokkal magasabbra tudsz rakodni. Ugye, ahogy a valóságban, ez nekem nagyon tetszik ez a technika. De mondjuk nem kéne húzni az időt, de hát figyeljetek, ez a játék, bazzer. Az a lényeg, hogy érezzük jól magunkat benne, ne csak az, hogy pénzt termeljünk megállás nélkül. Ja, megoldottam ugye a munkás problémát, most aztán lehet páram megoroltok rá, hogy megmondjátok, jaj, hát akkor miért nem csináltad egyedül az aratást, hadd ne csináljam, hadd, akkor csináljunk valami érdekes. Csináljunk olyat, amit mindenképp meg kell csinálni, de akkor legalább most meg lesz ebbe a részbe.
Vagy ebben a két részben jobban mondom. Ne, megint eltűnt. Jó, igazából azért lószart se kaptam, mert ugye az olyan kicsi. Súlyúnak számít. Azért tűnik el. Na, hol van még itt? Úristen, ez a nagy izé, ez a dzsúva, ezt nem szeretném kívül. Úristen, nagy bokros bazzer. Ez mi? Ez fa? Cseppje. Ó, Lari. Ó, Quantari. Ó, du-du-du-du-du-du-du-du-du. Eddig tudtam. Eddig tudtam. Hát ez nem, nem sok. Az, pont ebben a nagy csekkben beköllöltítem. Beleröntenem, mi? Hát nagy pénzt nem fogunk ezért kapni, ennek igazából annyi értelme van, hogy ugye tüntessem. De egyébként egész fát is ugye ki lehetne, ki tudnék vele darálni, de hát ez nem tudom, akkor már legyen belőle egy kis pénz. Na hát figyeljetek, ezt meg kell csinálni, ebben a részben meg kéne csinálni az alapozását. Meg ebből meg lesz a pénz az alapozásra, mert ugye van 800-unk, abból nem sokat kell betonozni. Meg területet emelni, a terület emelés az lehet, hogy ilyen tök. Soha nem is csináltam, úgyhogy lehet, hogy előtte mentünk, nehogy elcsessze a keeper. Új, né. Ja. Egyébként így szerintem sokkal jobb pakolni. Lehet, hogy kifizetődőbb, mint ugye beleszórod ilyen nagy... Nagy izét, nagy... magasító mögé apró, az ilyen apróra vágott csádét, és akkor így tök nagy helyet fogla. Ha így értelmesen elrakod, lehet, hogy sokkal többet érsz, nem? Jól látom? Ja, mondjuk nem a legvastagabbat kell volna a legfölülre, ugye? Ez ugye egy érdekes dolog. Azt a betyát. Ugye, várjál. Volt még itt valami? Ki kéne ideje, nem? Tuskózna. Meg ezt is el kéne tüntetni. Úgy. Jó vagyunk. Ezeket gondolom nem tudom eltüntetni az ilyen decoration. Valószínű, igen. Na, menjünk. Feszítővek. Úgy. És akkor csapjuk is neki. Bemegyünk tankolni. Itt közben. Akkor a... A környék az jó meg van csinálva, viszont azt a fát is ki kéne vágni. Az is az enyém, ugye? Az a baj, az meg a kettő között lesz, és akkor azzal meg még szívunk majd. Úgyhogy itt ezzel valamit kell kezdenem. A tikok oda nézzé, dolgoznak a tikok. Várjál, meg kell állítanom, és lehet, hogy azt a fát még... Mennyi idő van, gyerekek? Mennyi? Mi van régóta megy a gameplay? Jó, nem olyan régóta, úgyhogy ez még belefér. Meg ha egy kicsit hosszabb, akkor talán kivírjuk, ez úgyis a mai utolsó talán. Na látod, ezt miért csinálja? Szóval miért csinálja? Nem izélni akarom. De nem tudom kivágni. He. Akkor ez nem oda nyílom, de várja, ki tudom. Ilyen izé, ilyen ruszki módszerre, baze. Vigyázzá! Mari! Jaj, most még... Mi van? Why erre dől a fa? Vigyázz, Mari, bujját alatta. Nem érek rá most veled itt a szorok, hogy várja, vigyázz! Annyi csak, mint a világtalan, neki mész a fának, mert annyi eszed van. Ja. Még a megosítóra is szükség van, mi? Elég hülyén van áragva. Öcsém, a végén még sok fát rakunk erre. Baza, mi volt ez itt? Jobb oldalt, mint a jött volna valami kigyó. Ti nem láttátok? Esküszöm, olyan volt. Na várjál, egyébként lehet, hogy azt kérem, hogy ezeket a spanikat kioldom. Igazodjon egy kicsit, na? Hát nagyon nem akar. Na, gyerekek, ne kéne ágazni, vagy valami. Egyébként azt hiszem, hogy a dupla altot nyomok, akkor be is kikapcsolom azt, hogy itt be tudom tuskózni, vagy ilyen tuskómaróként működik a stílem. Durva a verziója. Ja, itt egy ilyen fa. Jó, van, csöpörög az eső, lefolyik az ablakon. Eddig tudtam ezt a zenét, elfogyott az ablakon. És a csirkék nagyon-nagyon éhesek. Tényleg azt meg akartam nézni, tikok azok.
Gyerekek. Fogya. Ekkor nézni egyébként, ebben a részben tervezem, hogy megnézzük, hogy mennyi az annyi a csülykéknél. Hát ugye, most már nem pörgetünk időt. Egyébként tényleg úgy látjátok, hogy úgy csinálom, hogy ami muszáj, annyi időpörgetés legyen. Ugye esetleg árok miatt, vagy esetleg izai miatt. Ugye, hogy beérjen a termés, szóval ilyen indokolatlanul nem pörgetünk. Ez a jó kifejezés. Indokolatlanul nincs időpörgetés. És szerintem ez így fel. Indokolatlanul nincs. Én nagy indok lenne egyébként az is, hogy ugye a tikok te-től jön a pénz miatt, de hát az nem elég indok számomra, hogy így csinálja meg a keepert. Na várjál, mi van itt? Meg pofáz. Oda dobom aztán, lehet, hogy majd akkor levágom ezt a kicsi csöpkét. Meg ki kell tuskóznom mindjárt, mi az a nagy tuskó, baze? Jaj, mi van itt megáll, nagy arg. Ez meg is oldódott. Ez meg, nem jön, ez nem tűnik el. Nem, jó. Azért valami pénz jöjjön belőle. Mindjárt megnézzük a tikokat, ha már egyszer itt vagyunk, jó? Hogy mennyi pénzt hoztak. Pont körülbelül ugye egy vetésforgónyi idő volt. Aratástól aratásig mennyi pénzt hoz 1000 tyúk. Lehet tippelni, de most tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Direkt azért nem is nézegettem. Hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy 1000 tyúk mennyit hoz. Na, tippeljetek gyerekek, 1000 tyúk aratástól aratásig mennyi pénzt hozott. Mindjárt meg fogjuk nézni. Vigyázzál, mert belevész a stílfűrészbe! Hallod? Oda nézzük! Köcsög a vér! Azt a betyáról is rejteket. Hulladjál meg! Hát ez meg lesz ragva, apa. Hát tud nem kő tartani, hogy nem. Pőrébb megyünk. Ezt ide kéne rakni. Gyorsan feloldani. Ezt a sparit meg oda le, és akkor már ez is ilyen magasítóként szolgálós dolog. Csak fölre burítsuk, mert egyébként ez a parkkocsi az nem a legbiztonságosabb ilyen színpontú. Hát ezt jó beraktad oda, biztos nem fér oda semmi, az megoldottad. Ha nem sok van gyerekek, mindjárt meg vagyunk. Hey! Nem, hogy segítenének, érted? Ilyen idei, ezek ilyen városi ideköltöző gyűjtmett népek lehetnek. Hogy izai, hogy itt az ember itt dolgozik, mint az állat, aztán csak nézegetnek. Föntartsák. Föntartsák az embert. Jó. Tényleg, ez lehet, hogy nem lesz könnyű ez a paut. De egyébként így szerintem sokkal jobb elrakni, mint olyan nagy izében. Még jó, hogy... Baze, ott leesté. Még jó, hogy így volt ez a pótkocsi, ugye nem is tudom, miért volt ez így ez a pótkocsi, mit csináltunk mi annyira vele, hogy ezt így kellett lennie? Valamit szállítottunk vele, nem? Miért volt ez így? Miért volt ez flatbed? Ja, mert valamit vittünk vele, nem? Aztán, ja, izét vittünk vele, raklapokat ide csirketelepre. És azért ilyen flatbed lett. De nem is rossz, mert ezt így sokkal jobban élem. Hát ez is lesz egy nagy kókány, nagy kupóc, mert az ember... Ja, hát ez egy fenyőt, az tök jó el lehetne vágni, csak az ugye nem fenyő. Amikor meg ugye feloldod, lespanizod, ezt már mindjárt meg is oldódott a keleti kérdés. Kihúzzuk ezt a nagy böcek ágat. Leizélizem, keeper. Úgy, arra is, oké. Aztán már mehet is föl. Hát ugye vágta áram felé, bazze? MTZ, van itt ám minden, mind a búcsúba. Gyerekek, azért nem mondhatjátok, hogy nem haladunk. Mármint így, izében is, sorozatban is, már ma elkerültük vagy a 40. részt is. Meg még izében is. Az a 40 rész, gyerekek, összehoztunk 40 részt, szerintem egy ilyen 3 hét alatt, édes Isten. Mert szerintem nem egy hónapja nem játszunk, nem? Vagy igen? Na várjál, mindjárt azt csinálom, hogy felolt, úgy. Figyelj, ez így, elmondom neked, hogy szerintem ez bőven jobb ezt csinálni így. Ott egy fa még. Meglátta a keeper. Jó, van, ezt letüntetem. Hallod, most még nem tűnt el, ilyen nagy. Na nézzük meg az állatokat, te gyerekek. Mennyi pénzt hoztak? Várjál, egyáltalán mennyire veszik a tojást? Na, akkor meg megőrülök, hogyha olcsol. Folyás. 5300, hallod? Azért az nem lesz rossz szerintem. Na kíváncsi vagyok. Egy vetés forgó alatt mennyi tojást hozott nekünk ez az egész. Na gyerekek.
Nézzük, nézzük. Ugye ez jó, mert alájársz az a targoncával, akkor én mutassa. Mennyi az annyi. Hát ebben van 4000. De elmondom nektek, én, nekem az a sanda gyanúm, hogy a másik az meg tele van. Ha, hát hogyha tele van a másik, bár kiordom őket, aztán meglássuk. Egyébként miért nem tudok alájárni, mert hülye vagyok? Hoppá, már mindjárt tele van, figyeld? Szerintem az ilyenkor áttöltötte egyikből a másikba. Nem, 4800. Mi volt ez? Mi volt ez? Olyan volt, mint hogyha töltött volna át. Ha mindjárt megnézi a keeper, kiordja az összeset. Először is 4800 van. 4000 liter. Tehát akkor ez 20000 pénzbe kerül. Csak úgy. Próbálkozunk egy... Meg kell lökni egy kicsit arra, mert egy elég hülyen áll. Úgy. Na, akkor ez 20000 pénz, ugye? Vágjuk, 20000 pénz. Ugye megnézzük a következő adagot. De miért van ott, miért van ott külön tojást tartó? Lehet, hogy nem lesz olyan nagy pénz. Part kíváncsi vagyok, hogy ebben mennyi van. 7200 gyerekek. Hoppá, hoppá! 7200, ne örítsél meg, hallod? Figyeljetek meg, a tyúkok az egy akkora hatalmas üzlet. Nem véletlenül egyébként gondolkozok benne, ne, hogy tyúk nagy hatalmak leszünk itt. Figyelj, 7200, meg 4000. Az 11000, ugye eddig? 11000. Mert még itt is akkor 11000-nek kell lennie, ugye? Akkor ez több mint 100000-re termeltünk egy vetésforgó alatt. Gyakorlatilag. Ezt jól érzem, gyerekek, jól érzem? Nem áll itt is 7200 ebbe a dobozba is. Hallod, ez nagyon beteg lesz. Öcsém, facsiga, hallod, ez... Itt nagyon-nagyon durva dolgok lesznek, hogyha ez tényleg ennyi egyvetés forgó alatt. Hallod, én ezt... Azonban meg figyeljét meg, hogy 4000 valamennyi lesz, szerintem. Ugye? Mert most ebbe pakolt először. Ha 4600, hozzá. Öcsém, hát ez nagyon durva. Hát ezt tudod mennyit kapunk? Vagy 120000-et ezért a sok tojásért. Ne csináld! Ne csináld, hallod? A Földön nem keresik ennyit egy vetésforgó alatt. És most abba gondolkodok ugye, hogy ezt megháromszorozom, ezt a mennyiséget. Jaj, már ne, a fű! Aj, csúszik! Csúszik! Ne csúszszál! Hát akkor adni azt a tojást, már nagyon érdekel. Na, igazából 800-unk volt, 24000 volt ez. 800 pénzünk volt, szóval tudunk gondolkozni. Gyakorlatilag az összes pénz, amit most így be fog jönni, az innen jön, gyerekek. Az innen jön. Úristen, hát akkor... Úristen! 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 Nem hiszed el? De mindjárt megbolondulok, esküszöm. Mondjuk azt nem kell, mi gondoljátok biztos. 7200 dik. Hallod? Ez akkora ötlet volt, bazzek, komolyan mondom, miért nem csinál... csirkét tartsatok ezerre, gyerekek! Komolyan mondom, hát várja, állja, most ezt ki kell számolnunk egy vetésforgát, hát körülbelül egy nap. Hát nem pörgettünk többet egy napnál, ugye? Hogyan pörget? Nem, vagy kettő... Ja nem, az ára, hát körülbelül két nap. Két nap volt? Egy nap, nem tudom, nem. Szerintem nem volt két nap. Mondani 38000, ilyenkor nem változik az ára, ugye? Nem, ilyenkor nem változik. Egyébként, ha igen, írtátok, igen, valamelyik farming szimulátorban közben is tehát bevittad, akkor így lejjebb ugrott az ára, azt hiszem. Itt nem, itt ez jó. De mondjuk az a baj, egy idő után lehet, hogy elinflálódik a tojás értéke. Tehát nem fog annyit érni. Azért kell ugye több dolgot majd egyszerre csinálni. Meg kell várni, meg azt, hogy most egyébként azért adom el, mert rohadtul kíváncsi vagyok, de gyerekek, ez ilyen 120000, már ugye kb. Felénél vagyok. 120000-et kerestünk. Én akkor megőrülök, hallod? Ezt akkor nem bírom fölfogni észre. 120000 plusz ugye a vetésforgóból, bejön egy 100000. Akkor én gyakorlatilag már naponta keresünk. Ne. Itt teljesen át kell gondolnom mindent.
Hallod? Várjál, álljál meg, most itt nagyon-nagyon gondolkodik a keeper. Figyeljetek, hallod, ha ezek után ilyen feature-ökre így sikerül rájönnünk, és nem lesz meg a 1 milliárd euró, hát fölköpök, azt találok, gyerekek. Na, az a lényeg, hogy ne felejtsük el, hogy 800 pénzünk volt. 800. 800 pénzünk volt. Öcsém. Ó, te fiú, ez a 3D-ben nem látok normálisan dologban, vagy mi? Egyébként ez a targonc úgy rúg, mint tényleg disznó a jégen. Oké, gyerekek, mindjárt ezt beviszem még azt, de nem akarok már számolni, mert már sokkot kapok, komolyan mondom. Hát jó is, hogy a izé nem kell a munkásokat dolgoztatni, de nem megnéztem ezt. Hát érdemes ott megnézni, egy kis boldogságom van, hallod, nem is kicsi. Na, 124 ezer eurót szedtünk egy vetésforgó alatt, és 1000 tyúkkal. Akkor számolt ki, hogy 5000 tyúkkal 600 ezeret tudnál szedni, 10000 tyúkkal 1,2 millió eurót tudnál gyűjteni egy vetésforgó alatt. Egy darab vetésforgó alatt. De már még nincsen itt vége. De azt hiszem, hogy egyébként darabja az ilyen 700 ezeret ér, vagy 700-at ér, de hogyha tele van, körülbelül, ugye attól függ mondjuk mennyi az ár. Ja, ez most 500, ez nem volt tele szerintem. Ja, gyerekek, várja, ezeket elviszem aztán, még. Ilyenkor, amikor izé bekapzsiskodik az ember, nem? Elkapzsiskodik, vagy ha elkapzsul. Olyan szó. Meghoztam a tojást. Mint szóval, lehet, de ez se volt tele. A belső az biztos, hogy tele van. Hát mennyi? 1000 liter van egy ilyenbe? Mert akkor, hogyha 1000 liter, nem, 1000 liter nem lehet egy ilyenbe. Egy dobozba. Jó, engem leszarom a dobozt, mert úgyis rakkapozok. Ja, ez 801 volt, igen. 801 volt, akkor ebben nem is tudom, mennyi liter van. Mennyi volt a tojás? 5300, érdekes, nem is kerek szám, bazen. Na mindegy, a lényeg, hogy ez nagyon-nagyon nagy üzlet, gyerekek. Már meg tudnék venni 2 darab csirkeólat. De figyeljetek, lehet, hogy akkor meg kéne csinálnunk. Hogy állunk az izai földdel? Igen, az MTZ-re odébb kéne állnom, mindenképp. És akkor meg kéne csinálni a földet. És a következő részben meg tudnák venni 2 darab csíkeollat. Még. És 4-et akarok, ugye? Jó, hogy előre itt megállunk ezzel, oké? Okay? Az a lényeg, hogy minden közelebb legyen, és meg kéne nézni, hogy hogy... Figyelj, meg kell nézni... Bepörgött a kép, meg kell nézni, hogy milyen elosztásban lenne legjobb. Mert hogyha sorba keresztbe végig lehetne rakni, az lenne a legtutibb egyébként. És ezt nézzük már, hogy sorba keresztbe ezek elférnek. Hol vagy? Hol vagy? Bazáj, ezt el fog férni sorba keresztbe, és lehet, hogy azt kellett volna csinálnom a pám, hogy itt is sorba keresztbe. Nézd oda! Hogy kell fordítani? Így. Valami, hogy azt hiszem be lehet igazítani rács, hogy ez ugye? Ráshoz illesztés C. Ez mi az, hogy ráshoz illesztés? Na mindegy. Azt kellett volna, baza, ide elfér volna. De nem jó, mert itt kerítés volt. De viszont itt elférne, oda nézzé, more. Itt elférne. Számoljunk nagyjából? 1, 2, 3, Négy férne el. Ja, négy elférne. Négy. De szerintem, ja. Most nagyon gondolkozok. Így is négy férne el. Itt se több. Várja, egy. Nézzük, hogy milyen, valami az négy, nem azt akarom. A tuskó után egy kicsivel. Kettő. Most ott a bokrok között. Nem fér el a 3. Biztos nem fér el a 3, ahogy ki kéne ezt így. Kéne nézni.
Addig van a széle. Na, most a tuskótól egy picit vissza. Tehát így. A második bokor. Há nem. Három nem fér el ezen a földön. De vazzát, van itt még egy rengeteg föld. Nézzük már meg a földeket. Jaj, bazzát, ez Keeper, az most nagyon beleizgult a dologba. Hát itt meg szembe, bazze. Oda nézzél. 32 ezer. Hát mi az a 32 ezer? Jó van akkor, 32 ezer. És itt van szembe vele. Az is tök jó. És ez megint egy ilyen horribilis nagy méretű. Hát gyerekek, itt kialakítunk tényleg egy iszonyat nagy csirke farmot. Egyelőre most akkor itt kellene, hát itt jó lenne, itt a targoncával ki tudni jönni menni. Bár lehet, hogy pótkocsira kell előbb-utóbb pakolni egy tojást. Várjál már! Álljál le! Álljál le! Álljál le! Most valami hatalmas ötletem van. Valami hatalmas ötletem van. Hát figyeld! Hát ez igazából mind a két föld az enyém, nem? Nem lehetne úgy megcsinálni tényleg, hogy átmenjenek? Hát lehetne meg. Mert ugye mind a két föld az enyém. Hát öcsém, menjenek át az emberek a tikólon, öcsém, nem? És ide fér egy, és akkor fér még ide is egy. Na várj, az már még elfér. Így kellene. Ez a lényeg, hogy ezt kellene úgy raknom. De az a baj, nem fogok elférni azoktól a vizéktől, azoktól a vasaktól, látod? Nem a probléma. Úgyhogy nem tudok bejárni. De azért vicces lenne, hogy tikólon keresztül megyek az emberek, azért az egy full lenne. De tudnám úgy rakni, elmondom neked, figyeld. Ez marha vicces lenne, de egyébként nem nagyon jó. Viszont ide meg tudnék egyet rakni majd. Úgyhogy akkor tikólon kibemászkálnak az emberek. Hát ez érdekes lesz. Vagy két tikól között eljárnak. Szóval akkor ötöt tudok lerakni erre a sorra. Akkor van egy kettő darab, hát azok voltak a kezdések, ide meg le tudnék rakni, szerintem ötöt. Meg kéne néznem a másik oldalról, hogy efér-e. Mondom, efér. Megmondta, hogy ugye, azt van, jó, akkora object. Az a lényeg úgy le tudnám rakni, hogy a betonnál szélén lenne. Itt lenne, így. Szóval bőven elférnék. Így bőven el is férnék. És ott lehetne egy kicsit előbb. Így, nem, hát ez így jó. És akkor ebbe a vonalba, mivel ugye ebbe a vonalba menne a többi is, így végig mehetne, így. Csak ezt meg kellene csinálnom, hogy ezeket felhúzom, ezeket a földeket. Most van rá pénzem, meg ez nem is lesz olcsó, szerintem ezeket meg kell próbálni, nem tudom, hogy kell. Domborzott mét, domborzott kiemelés, domborzott egyengetés. A középső egérgombbal? Hát ezt nem tudom, hogy kell ám. Ezt nevezik domborzott egyengetésnek? De ez följebb kellene, nem? Ez mit egyenget ezen? Ja, eltünteti a bokrokat. Jó, az egy jó dolog. De egyébként ez nem nagyon egyengedte, meg semmit nem csinált. Jó, azok, figyelj, azok meg nem szállítanak azok a tuskók. Maximum úgy kellene csinálnom, hogy elkezdem lerakni őket sorba. Jó, ezeket eltüntetni. Ez tök jó, hogy el lehet tüntetni ezeket a szarokat. A tuskó az decoration, az nem számít, az mennyibe kerül nekem, ez sok pénz. Nem volna, jó van. Meg így akkor jobban látod, hogy meddig van a te területed, ugye azokat engedi eltüntetni csak. Ami éppen a tiéd, mert itt már nem nagyon engedi. Aha, nem is baj, mert a... jó lesz ez. Jó, gyerekek, ez nagyon érdekes, nagyon érdekes. Ez jó az a terület egyengetés, ez tetszik. Úgy tényleg azért... Ezt sosem használtam, megmondom őszintén. Itt tök jól látod, hogy meddig van a te terület. És ez már nem is az én területem, morál. De itt még ez anyém, így. Így. Jó vagyunk. Ugye ez megint az én területem, mert ez meg a másik oldalról az én területem. Közte van az út. De tudok úgy rakni, hogy sorba ide egyet, meg oda is. Ez a terület egyengetés viszont ez jó. Ez nem tudom, ilyenkor újra nő a fű. Vajon? És ez már megint nem az én területem, ez tök ki lett így számolva. Oké. Na gyerekek, nézzük meg, hogy ez mi történt ilyenkor.
Területegyenget, és jöhet ez ilyen izé lett az a lényeg, hogy így látod jobban, hogy mi a szituáció. Hát itt mindenképp egyet mentünk, jó? Én azt mondom, hogy kettő darab izét egyébként vennék. Kettő darab ilyet. Ilyen csirkeollat. Befektetném, az pont nem jön ki, egy darab viszont kijön. Egy darab csirkeollat beraknék ide keresztbe. És akkor ugye azt követné a többi. Na nézzük. A csirke ól, a csirke ól, a csirke csirke ól. Az a nagy üzlet, a kípernél. Egyébként, ha pörgetném az időt, képzeljétek, mennyi pénzt tudnék keresni. Csak ugye nem, tényleg nem arról szól ez a, nem arról, nem arról szól ez a sorozat. Hogy én most itt önkéntelenül ilyen extrém módon pörgetem a lóvét, mert nekem az nagyon jó. Az a lényeg, hogy akkor megnézzük még egyszer, hogyha ott van, hogy így legyen. Viszont a magassággal nem vagyok tisztában. Figyeljetek, a izén lesz baze a... Kín. Játszótér... Játszótér mellett a tikok itt rúgják a port. Arra gondoltam, hogy ezt ide kellene valahova. Ugye? Így. Így jó, ugye? Mentettünk, ugye? A magassággal nem vagyok tisztában, úgyhogy mindjárt megkiderül. Szerintem a magasságunkat valahogy sikerült eltalálnunk, de mindjárt megnézzük, hol vagyok. Baza. Azt a betyárú isteneteket hallod? Itt van egy kis domb, de ez nem baj. Azt a betyárú istenét. Ha megőrülök, öcsém. Villany föl. Ahogy köl. Húha, itt van valami izé. Hol vagyunk? Úgy gyerekek. Hallod? Könnyebben csúszdáznak a gyerekek. Ne viccel, kicsit lebetonoztuk itt a izét, placot. Ne foglalkozzatok, jaj, a föld alatt mennek az emberek, more. Ez nem kis pályáztunk, gyerekek, itt megoldottuk a dolgokat. Á, jó van, figyelj, valamiért. Már nem tudom, meg kéne nézni, hogy ez mégis milyen lett, mert ez egy olyan kicsit furcsa lett. Lehet, hogy visszatöltöm, és fogunk módosítani ezen, mert ez valahogy ugye azért olyan érted, hogy ez nagyon zavaró lenne nekünk, hogy a föld alatt maszkálnak az emberek. Kit érdekel, nem? Kit érdekel? Ja, viszont az úttal fut. Figyeljetek, itt végig tudnám csirke telepelni, nem? Csirke telepelni. Hülye gyerek. Ja, nézzük meg a másik oldalt, hogy igazán mi történt, így ráépítkeztünk kicsit a izére. Hát nem annyira veszélyes ez gyerekek. Hát mi a szar, de tök jól érzik magukat ott a gyerekek. Szerintem semmi probléma nincs ezzel. Semmi probléma. Jaj, de várja, az útra is kilóg így. Valahogy az útra is kilóg így. Ez lehet, hogy nem az igazi. Hátsó utca, az így eltűnik. És én ezt végig építem, nem? Hátsó utca, ez konkrétan eltűnik, ha én ezt végigrakom. Kell nekünk a hátsó utca. És milyen az, a tudok rajta menni meg minden? Mert igazából, hát, annyira nem is érdekelne. Ezek mit csinálnak itt? Nem is... Ja, itt van egy ilyen lejtő, azt itt közlekednek. Azt a betyár. De rendesen tudsz rajta menni meg minden. Hát akkor igazából annyi, hogy itt muzol... Nem lennének izék, nem lenne utca, hanem itt végig a képer, itt befantaná az utcát. Nem tudom, srác, gondolkozok rajta, ezért lehet, hogy visszatöltöm, aztán átnézem itt a dolgokat. Vagy lehet, hogy meghagyjuk egyelőre. Az a baj, így keresztbe, de kiférne egy csomó, ugye? Csak az a gond vele, hogy eléggé furcsán néz ki itt. Főleg úgy, hogy ugye az emberek benne járnak. Ez egy valamilyen szinten irritál engem. Hogy hát, mégiscsak milyen ez. Egyébként, ha elhúztam volna arra, akkor az úgy jobb lenne volna. Érted? Figyelj, lehet, hogy el kéne adni. Megnézzük, jó? Csak azért, hogy eladom. Megnézzük, hogyha elhúzom arra, ugye, hogy az tök jó lenne, hogyha elhúznám arra, nem sokat kellene, egész a falig, akkor az történne, hogy az út megmaradna, és akkor az út túloldalán folytatnám. Úgyhogy ezt most eladom. Ugye, mekkora bukszolat. Mentettünk előtte, ugye, remélem. Ja, nem jó, mert az útot már cseszte. Jó, hát akkor mindenképpen én visszatöltöm a játékmeállást, és lehet, hogy azt megcsinálom, hogy elhúzom eddig, mert ugye körülbelül annyi hiányzik innen, mint itt, és akkor az út megmaradna, és annak az innenső felén folytatná a keeper. Értitek, hogy vagy gondolom.
Viszont ez a kettő csirke, ez hogy sem mekkora pénzt erre meghallod? És tényleg akkor még le tudnék rakni 1, 2, 3, 4, 5-öt ide. Ezen az oldalon meg akkor tudnák esetleg szarvasmarhát, vagy bármit, ez is egy ilyen nagy fűves rész. Ugye a te is itt van, úgyhogy a szarvasmarha az meg jó lenne ezen a részen. Az egész a boltig, figyeld már akkor, ez 32 ezerbe kerül, igaz, drága, de hát... Ja, ezt lehet, hogy elhúzom eddig. És akkor az út megmarad, akkor mégse az van, hogy itt keresztbe osszalva mennek az emberek. És oda, baj, oda is belóg. Egy rakunk négyet, összeforgassam. Szóval akkor mégse csesződik annyira szét az a map. Az se jó, hogy szétcsesződik. Na jó, még kipróbálom gameplayen kívül, és akkor majd akkor már ki leszek tanulva. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi!